Trafikos nyert nem itthon, hanem Strasbourgban, méghozzá a tulajdonjog, a magántulajdonjoghoz való jogot érezte úgy a bíróság, hogy sérült, de hogy ennek pontosan milyen részletei vannak az ítéletnek, és milyen folytatásai következményei lehetnek, azt beszéljük meg Magyar Györggyel. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Én csókolom, jó estét kívánok. Az engedély, mint olyan, tehát a dohány termékeknek az árusítására szóló engedély, az magántulajdon? Nem, a dohány üzlet volt a magántulajdona. De azt nem vette el senki, csak az engedélyt. És az egzisztenciáját. Hát ez volt az ő tulajdon. Egyébként tulajdon, vagyonértékű jog, a szerzett jog. Ez, amivel ő rendelkezett, akkor, amikor ő kereskedett trafikárúval, és ehhez kapcsolódó egyébben, emlékezzünk vissza, voltak hagyományőrző trafikjaink, árultak azt hiszem Diana Sosborszesztől kezdve kis Melba csokoládé, az én koromban. A maga korában azt hiszem csak sportszeletet lehetett, vagy újságot vásárolni. De a dolognak az a lényege, hogy ezek az emberek, akik igazi trafikosok voltak, megszűntek trafikosnak lenni, közölték velük, hogy ez most már koncesszió, és mi mondjuk meg, hogy ki kaphat ilyen jogosultságot. Zárd be az üzletedet, veszítsd el a tulajdonodat, és nem vehetsz részt az új pályázatokon. Ezek az emberek ezt sérelmezték, hozzánk is fordultak, mi többek nevében az Alkotmánybírósághoz fordultunk, majd Strasbourghoz vittük az ügyet. A pályázaton részt vehettek? A pályázaton bárki részt vehetett? Nem vehettek részt. Első körben a meglévőek nem vehettek részt a pályázaton. Második körben, amikor már bizonyos elidegenített helyekről volt szó, 100 000 kilométerre a központtól, és nem tudták odaadni a tisztességes akkor barátoknak, haveroknak, udvaroncoknak, akkor még egyszer megpályázták, és akkor már oldották a pályázati feltételeket, kaphatott régi is, csak hát kiment oda, mondjuk egy városból messze trafikot nyitni. Ahol épp nem sikerült a pályázatot valakinek odaadni. Még egy kicsit maradjunk ennél a tulajdonjognál, hogy értsük, hogy a bíróság mi alapján mondta ezt ki. Én tényleg abból indultam ki, hogy azt a részt nem értem, hogy van egy üzletem, az maga ugye a helyiség, az oké, hogy az én tulajdonom. Hát én ebben a történetben ezt látom a magántulajdonnak. A kereskedéshez való jogom is az én magántulajdonom. Önnek műsorvezetői engedélye van, nekem ügyvédkedési engedélyem van, nekik trafikozási engedélyük volt. És ezt beszűkítették, ellehetetlenítették. És a Magyar Alkotmánybíróság, amikor hozzáfordultunk, azt mondta, hogy ez nem jelenti a tulajdonjog sérelmét, azt érezték helyesnek, amit ön is észlel, hogy ez nem tulajdonjog, dehogy nem az. És a Strasbourgi Bíróság a mai napon azt mondotta ki, hogy teljes körűen elvették ezeknek az embereknek a rendelkezési jogát, és ezért a magyar államot pontosan 6 200 000 forint kártérítés megfizetésére kötelezték, és ennek precedens értéke van, ehhez hasonló per már volt. Volt, igen. És a továbbiak is erre fognak épülni. Mi magunk adtunk be 14 ilyen ügyet egymás mögött, ezeket egybe fogják foglalni, és nagy valószínűséggel hasonló kártérítési összegek fognak megjelenni, plusz perköltség, ami meghaladja a 3000 euró plusz áfát. Tehát én azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróság, amikor azt a döntést hozta, hogy ez nem felel meg a tulajdonjog sérelmének, akkor tévedett, vagy nem tudom, milyen akaratnak vagy szándéknak akart megfelelni, de szerencsére Strasbourg ettől függetleníti magát, és helyes volt a mi jogi érvrendszerünk, hogy ezt a sérelmet nem köteles elszenvedni senki. Akkor lefordítom, ha már a műsorvezetőit ügyvédkedési jogot említette, tehát ha egyszer a kormány úgy döntene, hogy majd akkor én megpályáztatom, hogy ki az, aki ügyvédkedhet ebben az országban. Ne tessék és a falra hányni borsót, vagy festeni az ördögöt. Pont azért nem a műsorvezetőt hoztam példaként, gondoltam, hogy inkább önnel példáloznék. Például végrehajtók jártak most a közelmúltban így. Magánvállalkozási igen. kamaráikkal együtt, úgy egyszer csak összelettek centralizálva. Szóval, hogy azt mondani, hogy ügyvédkedni majd azoknak lehet, akik megpályázzák az általam kitalált rendszerben az ügyvédkedést. De aki eddig ügyvédkedett, az például nem pályázhat majd az X-edik körben, ahol épp nem sikerült az ügyvédi pozíció, az majd esetleg meg. Tehát a magántulajdona mondjuk az irodája, vagy bármi, az megmaradt, de azt a jogot, igen. és az is magántulajdon, hogy ön a szakmáját, a hivatását gyakorolhassa, Azt korlátozták. Abban. Azt az állam elvonta. Igen. És az állam azt mondta, hogy majd én mondom meg, hogy kinek adok erre lehetőséget. Uh-huh. És még azt is megtette azt a szívességet, hogy szűk volt ez a dohánykereskedési profil, és aztán elkezdett szélesedni. Amikor már a csókosok és barátok lettek ilyen értelemben feljogosítva dohánykereskedésre,
akkor egyszer csak kiszélesedett ez a tevékenység, és ma már eljutottunk odáig, hogy bezárnak a normális kereskedelmi üzletek este 8-kor vagy 10-kor, megszűnik például az alkoholárusítás, de itt egész éjjel lehet alkoholt fogyasztani. Tehát ma már a nemzeti dohánybolt, amit eredetileg azért hoztak létre, hogy a fiatalokat távol tartsa a dohányzás szándékától, emlékezzen vissza, amíg be is kellett sötétíteniük, nehogy lássa kinti, hogy mi történik oda bent, hogy néz ki egy cigarettás doboz, sikerült ezt tőlük elzárni. Most már csak alkoholizálni mennek a helyszínre, mert ott lehet hozzájutni. Kiesik ez a bizonyos nemzeti dohánykereskedési koncesziós jogosultság az általános kereskedelmi korlátozások alól. Tehát de minden üzlet bezár, ő nyitva van. Nem csak 10-ig lehetnek nyitva? Ők nem, egész éjjel nyitva lehetnek. Éjjel-nappal. Hát ki kell szolgálnunk. Nem csak akkor, tehát bármi nem csak akkor lehet non-stop nyitva, hogyha... Árulhat alkoholt akkor, amikor már más üzletek már nem árul. Az a kis üzletekre vonatkozik, az a kereskedésre vonatkozik. De a trafikukra nem ugyanaz a vonatkozik, hogyha a tulajdonos áll bent ott a pultnál, akkor ő nyitva lehet? Ezt pontosan nem tudom, hogy ki lehet ott, ki nem lehet nyitni, de az egészen biztos, hogy akkor is árulhat például alkoholt, amikor már a kereskedelem és az egész élelmiszer kereskedelemre vonatkozó jogszabály bekorlátozza ezt. Így van egyébként Finnországban, Svédországban. Nem szeretnék, hogyha a lakosság alkoholizálna, mert bizonyos szempontból túl teng náluk ez. Nálunk pedig lehetőséget teremtünk a fiatalok védelmének jogcímén, megadjuk azt a lehetőséget, hogy ezeken a helyeken lehessen alkoholizálni. Beszéljünk még erről az alkotmánybírósági beadványról, amit ugye elutasított az alkotmánybíróság. De gyakorlatilag volt különbség a Strasbourg felé indított beadvány és az alkotmánybíróság felé indított beadvány között? Jogtartalmi szempontból kevés különbség volt. Igen, ott emberjogi sérelemről, de tulajdonjoghoz való korlátozásról esett szó itt is és ott is, tehát jogtartalmi szempontból kevés differencia volt. Azt is mi állítottuk össze, és az ügyfeleinket előre tájékoztattuk. Nekem van egy relatíve felkészült fiam, aki kellőképpen oktatta ki az ügyfeleinket arra nézve, hogy ne bízzanak abban, hogy az Alkotmánybíróság helyt fog adni a beadványuknak, és párhuzamosan már adta is be a Strasbourgot, ami most arra ért be. Az Alkotmánybíróság megelőzte a korát, és azt mondotta, hogy ez nem sérti az alkotmányt. Voltak alkotmánybírák, akik ezzel külön véleményt fogalmaztak meg, de hát ők kisebbségben maradtak. Maradjunk abban, hogy a strasbourgi döntés lesz hatályos, és a magyar államnak ezért fizetni kell azoknak a károsultaknak, akiktől elvették a trafik koncesziót. És még függőben van, csak további önök által, 13 ügyfél. Én azt olvastam, Magyar Gábor nyilatkozott, megkérdezték újságíró kollégák, tehát az önfél, hogy hát azért még ebben a fázisban is lehet egyességet kötni az állammal. Igaz. Tehát most így peren kívül is tudjuk ezt, hogy hát ez minimum 6,2 millió forintjába fáj a magyar államnak, de akkor mit 5 évvel elállunk a strasbourgi bírósági eljárástól? Hát, most akkor mondtam egy összeget nyilván, tehát nem, tehát hogy erre gondol? Azt szeretném önnek mondani, hogy nagyon sok esetben, amikor privát felekkel tárgyalunk, mi magunk is mediálunk, és mi magunk is arra törekszünk, hogy kerüljük el a pereket, perköltségeket, idegességeket. Itt azonban, amikor az állam áll a másik oldalon, akkor ilyen egyesség létrehozása szinte kizárt, mert ezeket csak bíróerőt lehetne megkötni, és az ilyen egyezkedéseknek, megmondom magának egészen őszintén, van üzenete. Azt üzenni az állam, amelyik... Elismerem a tévedésemet. Aki volt szíves ilyen rendelkezéseket hozni, hogy én ebben hibáztam. Most pedig a bírói döntést így csinál, és azt mondja, nekem ez nem tetszik, de végre kell, hogy hajtsam. Nem első eset ez, hogy a mi irodánk több esetben fordult már Strasbourghoz, hozta is a győzelmi ítéleteket, most nem akarok itt vörös csillagról, meg egyéb ilyen börtönviszonyokról, kapcsolatos perekről beszélni, de hát az állam sajnos inkább azt választja, hogy kifizeti a kártérítést, például ahelyett, hogy börtönöket építene, vagy hozna olyan körülményeket, ahol az embereket lehetne emberi módon tartani. Én azt gondolom, hogy a mi hatalmunk ma nem arról híres, hogy belátja a hibáit, inkább arról híres, hogy azt mondja, hogy ha így nem, akkor majd jogszabályváltoztatással megteremtjük a lehetőségét annak, hogy úgy lesz, ahogy mi akarjuk. Én azt hiszem, ez nem szerencsés megoldás. Viszont korlátlanok a lehetőségek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.